serdülő kiválasztó program, aminek a következő állomása, illetve a legutóbbi állomása május 8-án Siófokon volt. 60-as bőkerettel dolgozik a serdülő válogatott, és az SKK a két reménysége, Lakatos Lizett, illetve Farkas Nerina is részt vett, illetve részben részt vett ezen. Hát igen, tehát ugye jól mondod, ez az utolsó fázis volt a kiválasztónak, tehát itt ez igazából már az elmúlt egy évben egy két fordulóban megtörténtek a kiválasztások, a fizikai felmérések, a technikai képzések. Ugye ez a mostani, ez egy, hát már, itt már kialakult úgymond a 60-as keret, tehát itt már plusz kiválasztás, szűkítés nem lesz. A következő két évben ez a 60-as keret fog dolgozni a serdülő válogatott néven. Ugye ebből lesznek majd a gyerekek behívva adott mérkőzésekre, és hát ugye a második év végére fog kialakítani azt a szűkebb keretet, ami majd képviselni fogja hazánkat. Tehát ez volt az álló akkor ennek az egész éves folyamatnak. Itt egy játékkészséget mutattak be, vagy játékkészségről akartak megbizonyosodni a szervezők. Mondtad, hogy észben, meg egészben, tehát ugye azt tudjuk, mert többször elmondtuk, hogy egy sajnálatos eset mérkőzésen Farkas Nerina az U13-as első osztályi bajnokságban lesérült, neki egy első keresztszak szakadása volt, itt helyben meg is műtött. Jól van, lábadozik, és hát bízunk abban, hogy a szeptemberben, amikor lesz a folytatás ennek a kiválasztónak a humán biológiai felméréseknél, ott már ő is ott tud lenni, és teljes mértékű munkát fog tudni elvégezni, és hát jövőre meg becsatlakoznak ebbe a keret munkába. Én annak örülök, hogy nagyon jól végezte a Lizett a tegnapi gyakorlatokat. Én azt gondolom, hogy mi, hogy balkezes is, tehát ugye ez azért egy hiányposzt, ő ezeken a poszton azért nagyon jól tud, dinamikusan tud mozogni. Én bízom abban, hogy meg fogja állni hosszú távon a helyét ebbe a 2004-es, 2005-ös serdülő keretben. Szurkolunk nekik, és hát minden jót kívánunk nekik. Tegnap megvolt a kiválasztó program következő fordulója Siófokon, és ha jól tudom, akkor egy játékos tevékenységbe kellett részt venni. Mi volt ez pontosan? A meccs, vagyis a játékkészséget nézték. Három meccs volt mindenkinek, körmérkőzést játszottunk, és... Hogy sikerült? Nem volt rossz szerintem, mehetett volna jobban is, de nem volt rossz. Ugye most 60-an vagytok a bőkeretben, és a következő merítés alkalmán már csak 30-an maradtok? Igen, ezután még lesz majd laboratórium felmérés, és igen, így 60 és 30-ra fog csökkenni. Ha jól emlékszem, április 14-én történt ez a súlyos sérülés? Mi volt ez, és azóta hogy állsz? Javul az állapotod? Igen, április 14-én sajnos egy U13-as fordulón. Hát keresztalak szakadásom volt, meg egyéb bajok a térdemben, ezeket rakták helyre. Egész jól a rehabom, elvileg jól megy, lassan meg jövök vissza. És pedig tegnap pedig volt Siófokon egy serdülő válogatott kiválasztó program következő fordulója, 60-an voltak. Te pedig csak külső szemlélőként vehettél részt a sérülésed miatt. Láttad Lizi barátnődet. Milyen volt ez így külsőleg, külső szemmel nézve? Külsőleg nagyon élvezetes volt, hiszen mindenki nagyon oda tette magát. Érdemes lett volna mindenkinek ott lenni, hiszen akik ott voltak, annyi mindent tettek ezért, hogy bekerülhessenek, szóval érdekes volt. Szeretnél ott lenni a következő körben? Igen, nagyon. Úgyhogy remélem sikerül majd.